Felhőjárok Alapítvány Mozdulat Színház kapcsolódások című előadásával kezdődött az a jótékonysági bála, amelyet a Szent István Görög Katolikus Gyermekvédelmi Központ és a Székesfehérvári Görög Katolikus Szervezőlelkészség szervezett a központban élő gyermekek javára. A felhőjárok tagjai kihívással élő emberek, akik a gesztusok nyelvén üzennek örömeikről, félelmeikről, az érintés erejéről, arról, hogy mindannyian ugyanarra vágyunk, szeretni és szeretve lenni. Az egyik legrászorultabb közösségnek nyújtunk segítséget, nem önmagában az intézménynek, hiszen az intézmény is annak fenntartója, azt mondom, hogy kiválóan működik, és mindent megtesz a fenntartó is, hogy ez így legyen. De bizony, akik ott dolgoznak, és akikért dolgoznak, azok megérdemlik a törődést. Ez legyen anyagi természetű és erkölcsi természetű egyaránt. A katolikus egyháznak Krisztustól kijelölt kötelessége, hogy szeretetével elsősorban azokat keresse meg, akik leginkább arra rászorulnak, akik a legkisebbek, a legvédtelenebbek. Ez a szeretet hozzájárul ahhoz, hogy felemelje őket, hogy a bennük lévő tehetség kibontakozhasson. Segíti őket abban, hogy jó emberré váljanak, emelte ki köszöntőjében Spány Antal megyéspüspök. Egy jótékonysági est, amire összejöttünk. Ugyanakkor a köszönetünknek, szeretetünknek, tiszteletünknek is a jelét szeretnénk adni, mindazok felé, akik a gyerekekért, a rászoruló gyerekekért képesek áldozatot vállalni, szeretetüket oda ajándékozni nekik, akik egész esztendőben helyt állnak. Jármi Zoltán görögkatolikus szervezőlelkész kiemelte, a hagyomány újraélesztése mellett fontos számukra, hogy meghálálják, köszönetet mondjanak azoknak a szervezeteknek, intézményeknek, egyházaknak, akik a Gyermekvédelmi Központ az ott élő gyermekek ügyében vállaltak szerepet, adtak támogatást. Egy régi hagyományt szerettünk volna így felújítani, hiszen régebben a gyerekvédelemben volt így szokás, hogy jótékonysági bált rendeztek. Most viszont egy kicsit kibővítettük, mivel a Székesfehérvári Görögkatolikus Szervezőlelkészséget megalapította a Kocsis Fülöp metropolita. Ennek kapcsán itt egy kis közösség elkezd épülni, nyiladozni, és a Görögkatolikus Egyház fenntartásában pedig a Gyermekvédelmi Intézmény, a Szent István is működik, és ennek a kettőnek az összefogásából valósul meg ez. A cél, hogy a több évtizedes hagyományt újraélesszék, megvalósult, a jótékonysági bál az anyagi támogatáson túl a morális támogatásról is szólt, egy közösség értő, érző figyelmét sugározta a gyermekek felé.